A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük az Alexandra pódium résztvevőit, a VNTV nézőit, és már is átadnám a szót kedves házigazdánknak, Schneider Gábor úrnak, a bioenergetik könyvkiadó tulajdonosának, aki egy Kedves vendéget hozott el nekünk, illetve mi vagyunk az ő vendégei. Én is szeretettel köszöntök mindenkit a könyvkiadó nevében, a Bioenergetik könyvkiadó nevében, kedves vendégeinket. És hát a mai este vendége, díszvendége Balog Béla, és a VNTV olyan kedves volt, Jakab István tulajdonos eljött, hogy ő is tegyen föl kérdéseket a Bélának, és én is fogok föltenni néhány kérdést, illetve hát egy pár szót majd mesélek arról, hogy Bélának az első könyvét 14 évvel ezelőtt adtuk ki, a végső valóságot, és ez most már a hatodik könyve Bélának, amit van szerencsén kiadni, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, ilyen sokan szívesen találkoznának Bélával. Csak egész röviden a program, körülbelül egy órát fog tartani ez a beszélgetés, utána <tosz> meg lehet vásárolni itt a Alexandra könyvvel, a Bélának a új könyvét is, meg a régieket is, és a beszélgetés után Béla ezeket a könyveket dedikálni fogja. Ha. Igen, dedikálni fogja. Nagyon szívesen. Úgyhogy én átadom a szót az Istvánnak, és felváltva fogjuk a kérdésekkel ostromolni Juh. a Bélát. Először is a könyvedbe nekem nagyon tetszett Eagle White, akitől rengeteget ö, idéztél, és félmondattal említetted is, hogy ő nincsen közöttünk, tehát teljesen sejtelmesítetted. Mit kell tudni egőjtól? Hát ez a White Eagle tulajdonképpen a fehér sas, ez egy szimbolikus név, egy mesternek a szimbolikus neve, aki ahogy mondják, fénytestben él. És a második világháború előtt és alatt kezdte átadni a tanításokat egy erre a célra kiképzett nagyon tiszta médiumnak, grészkúknak. És tulajdonképpen. Semmi másról nem beszél, mint arról, hogy mennyire fontos egyrészt a szeretet, másrészt, hogy ezzel az erővel, a szeretet egy nagyon komoly erő, milyen módon tudunk segíteni másoknak, milyen módon tudunk hozzájárulni másoknak a gyógyulásához és a harmóniához való visszataláláshoz. Hogy tulajdonképpen ez a, a lényege. Miért gondolod azt, hogy az emberek az érzelmek fogságában élik az életüket? Hát azért, mert azt tapasztalom és azt látom, de talán nem csak én vagyok ezzel így, hogy a világot egyáltalán nem a józanész irányítja, és nem az az elképzelés, hogy mindenkinek lehetőleg jobb legyen hanem ilyen érzelmi hullámzások, impulzusok határoznak meg cselekedeteket, érzelmi hullámzások határozzák meg még a gazdasági szereplőknek a lépéseit is, még a tőzsdének a lépéseit is, érzelmi hullámok határozzák meg időnként, hogy béke legyen vagy háború, és úgy tűnik, hogy van ezeknek az érzelmeknek egy úgynevezett negatív tartománya, és hogyha ezekhez a negatív tartományban létező érzelmekhez negatív romboló gondolatok társulnak, az rendkívül megnehezíti mindannyiunknak az életét. Mi lenne azon a napon, amikor az emberek elfelejtenének félni? Aranykorszak. Ilyen volt már különben, csak nagyon régen. És azt mondják a beavatottak és a mesterek, hogy lesz még. Igaz, hogy addig, ha Jól sejtem el kell tennie még körülbelül 400-450 évnek. Nem olyan hosszú idő az 30 különben. évet írtál a és mindjárt azt mondja, hogy ne aggódjatok, akkor megszülettek gyorsan, és ezt se veszitek, mi ez a 430 év. Így fogalmazták. Hát előfordulhat. Beszéljünk egy kicsit a karmáról. A karmát te nem veszed komolyan, és ez nekem nagyon tetszik a a könyvedben rengeteg utalást adsz rá, hogy az emberek olyan komolyan akarják ezt megélni. Mi a karma fogalma nálad, és miért nem kell komolyan venni? A karma az tulajdonképpen tanítás. És hát folyamatosan egyfajta iskolába járunk, és állandóan tanulunk. Újabb és újabb kihívásokkal nézünk szembe. És mondhatnám azt is, hogy sokszor úgy tűnik, hogy tévedünk, és a tévedésnek, vagy a látszólagos tévedésnek vannak következményei. De ez mind csak arról szól, hogy tanít bennünket valamire, és de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy akkora teher, amitől megszabadulni nem lehet, és, és ami hát ugye el tudja kísérni az ember egész életén át, vagy váratlanul a nyakába zúdul, mint valami nagy szerencsétlenség vagy sorscsapás. Pedig az univerzum az nem egy büntetés végrehajtó intézet, hanem mondhatnám azt, hogy a mi szintünkön egy, egy iskola, tehát hogyha megtanultuk a leckét, azt nem lehet tovább tanulni. Ugyanúgy, ahogy a szorzótáblát, hogyha egyszer megtanultuk, nem lehet tovább tanulni. Tehát hogyha valamilyen tévedésből, valamilyen cselekedetnek a következményéből megtanultuk azt, hogy ne tegyünk többet olyat, ami a másik embert bántja, sérti, vagy nehézséget okoz neki, akkor, akkor ezt nem kell tovább nekünk is elviselni. Tehát fel lehet oldani. És akár nagyon gyorsan is fel lehet oldani a karmikus terheket. Erről azt írott pont, hogy a félelem fenntartja a karmikus eseménysorozatokat, a szeretet megszünteti. Hát perszem, mert a félelem ugye hogy működik? Le is írtam mondjuk a könyvben is, hogy fiatalabb koromban jól pofon vágtam valakit, aztán később rájöttem, hogy hogy az okokhozat törvénye alapján ezt nekem majd meg kell tapasztalni, előbb-utóbb engem is pofonvágnak, nem fogunk tudni elkerülni. És eljött az a nap, amikor már kint voltam Svédországban, és beköltözött a lakásunk alá, másik szintre egy skinhead, és az egyik este bekopogott, dörömbölt az ajtón, beengedtem, ugye hát kicsit kábítószeres, kicsit alkoholos állapotban, jó nagy maci termetű, azt mondta, te bevándorló vagy, igaz? Mondom, igen. Azt mondta, te azért jöttél, hogy elvegyed a munkámat. Hát mondom, nem biztos, hogy pont a tiédet, de ha így gondolod. Azt mondja, elhiszed, hogy én téged pofon tudlak vágni? Hát mondom, na mondom magamba, akkor esetleg le a tantuszt, mondom, hozták a számlát. A fiatalkori pofon most jött vissza. De hát mondom, én már eldöntöttem magamban korábban, hogy, hogy én már pedig többet bán, más nem bántok. Legalábbis tudatosan, szándékosan, biztosan nem. És mondtam neki, hogy nézd, mondom, én elhiszem, hogy pofon tudsz vágni, de én nem fogom azt neked visszaadni. Ezt a megijedtél mi? Kicsit más szóval mondta. Mondom neki, hát nem arról van szó, mondom, de hogyha én téged pofon váglak, az neked fájni fog. Igaz? Se igaz. Na mondom, én azért nem ütök vissza, mert nem szeretném azt, hogy neked fájjon. Mondom, nézd, hogyha te úgy érzed, hogy engem te pofon kell, vágjál, tessék, itt van, vágjál pofon. Mondom, ha leengedem a kezem, sőt, hátra teszem, és, és jöjjön, aminek jönnie kell, mondom, én szeretettel gondolok rád, és én nem szeretnék neked fájdalmat okozni. És elmaradt a pofon. Tehát, hogyha már megtanultam a leckét, akkor nem kell megtapasztalni, akkor nincs tovább tanítás. És hány ilyen helyzetben vagyunk, amikor a félelem felül kerekedik, ugye, és a félelem mit mond? Ha megütnek, akkor is vissza. Vagy ha nem, akkor menekülj el. De ha elmenekülsz, ugyanott vagy mellek közel, megint csak szembe találod magad valami hasonló helyzettel. Tehát ezért mondtam, hogy a félelem fenntartja a karmát, és újra és újra be tudunk kerülni egy-egy ilyen ciklusba, a szeretet pedig azonnali hatállal fel tudja oldani. Én ezt ügyben azért hadd kérdezni meg, mert ez nekem is szöget a fejembe, amit írtál, ez nagyon szépen hangzik. Beszoktad-e zárni a lakásod ajtaját, az autódat beszoktad-e zárni, vagy azt mondod, hogy hát ha valaki nagyobb szüksége van rá, akkor hadd vigye, hadd jöjjön be, beköltözhetsz, vagy... Volt úgy, hogy átépítettük a, az otthonunkat, és két hónapig nem volt ajtó sem, és nyugodtan aludtam. De azért most bezárod, vagy még... Van, amikor igen, van, amikor nem. Nekem még viszont azóta teszem, hogy volt nekem ilyen szituációm, egy könyvesboltba hozzáteszem, egy alkoholist elnyomta a csikket a kezemben, mert valami könyvvel elég nyúltam, mint én, és utána én fél évig spekuláltam, miért nem jutottam vissza. Most nem voltam olyan szellemileg fejlett, hogy ezt most belássam, hogy valami csikket adtam vissza, mert sose dohányoztam egyébként akkor ott abban a szituációban neked azért a gatyó tele volt, csak utána később, hogy feldolgoztad ezt az egész eseményt, változott. Ezt csak azért merem így megkérdezni, mert nehogy azt így a kedves néző vagy olvasó, hogyha ő ezt az eseményt nem olyan fenkölten éli át, mint ahogy te ezt le tudtad írni, attól ő még az útján van, csak utólag ezeket értékelni kell, hogy az életpódiumán ezek valóban milyen játékot játszottak le az életünkben. Persze, hát amikor ott álltam vele szembe, akkor én beszámítottam azt, hogy én most fogok kapni egy pofot és kész, és azt én elfogadtam, mint lehetőséget. A két ajtós hát, nem volt ön hm. Kis lehetőség az, nagy lehetőség. Az. Jó, menjünk tovább. Amikor valami nem sikerül, biztos lehetsz benne, hogy valami sokkal jobban előkészületben a számodra. Ezért érdemes feladni, azaz felfelé a teremtő felé küldeni a kérdést, és teljes mértékben rábízni a megoldást. Mikor kell tudni feladni a dolgokat a kapcsolatokban és a munkákban? Ez jó kérdés, mert, mert általában ezt az, hogy feladom, az, az embereknek a többsége tévesen használja. Tehát a feladom szót úgy értelmezik sokan, hogy jó, hát akkor én erről lemondok, én akkor bedobom a törölközőt, akkor én ezt nem erőltetem tovább. Viszont, hogyha szeretnél valamit elérni, és nem sikerül, és újra és újra megpróbálod, és valamiért nem sikerül, és késleltetés, és akadály jelentkezik, adott pillanatban, hogy ha mindent megtettél, akkor úgy érdemes feladni, hogy tényleg rábízni a felsőbbrendű énre, az univerzum bölcsességére, vagy a jó Jóistenre, hogy történjék meg az, ami a lehető legjobb mindenki számára. És ebben teljesen megnyugodni. Az azt jelenti, hogy tényleg egy magasabb szintre emeltem, és onnan várom a megoldást, mert a földi szinten én már mindent megtettem, ami a hatalmamban állt, az erőmhöz képest, és nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, és, és nem biztos, hogy nekem ezt erőltetnem kell tovább, és nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és ezt én olyan sokszor megtapasztaltam, és néha még mindig, mindig olyan nehezen sikerül rájönni, hogy melyik az a pillanat, amikor na, itt most azért el kellene engedni és feladni, és várni egy jobb megoldást. És mindjárt jön a 20 forintos kérdés, ilyen tévés módon. Milyen aspektus a karmának az elengedés és a feladás? ugye mert karmát is elvileg oldanunk kell, és nem mindig úgy kell karmát oldani, hogy elfogadjuk azt a pofont, vagy félreállunk, hanem, hanem rá kell jönnünk, hogy könyörgöm, akkor ez nem az én dolgom, akkor inkább feladom, feladom magát a dolgot, vagy feladom a teremtőnek, hogy oldja meg helyettem. Jelentkeznek az akadályok, és hogyha, hogyha nagyon sok olyan akadály jelentkezik, aminek nem kellene ott lennie, nem nagy akadály, de ilyen bosszantó apróság, ami mégis keresztül húzza a számításokat, na akkor érdemes elgondolkodni, hogy a karma ebben az esetben védelem. Tehát nem biztos, hogy neked arra az útra kell menni, amelyikre szeretnél. Lehet, hogy valamitől megvéd, neked nem kell odaérni, nem kell ott lenni, nem kell megtapasztalni azt, amit a saját fejed szerint ugye, mennél és, és, és belevágnál. De a karma urai erre is nagyon vigyáznak, hogy csak azt tapasztaljuk meg, amit saját magunk okoztunk másnak, vagy pedig amit elvállaltunk. Tehát olyan, hogy véletlenül lőnek le, vagy véletlenül akasztanak fel, vagy véletlenül rabolnak ki, ilyen nincs. Ha valami ilyesmit elkövettél mással, megtapasztalod. Ha nem, akkor ott van tulajdonképpen az őrangyal, és rendkívüli módon vigyáz arra, hogy neked ne kelljen megtapasztalni olyat, amit nem okoztál. A se tanulnál semmit, hiszen nem okoztál ilyet. Ha én is kérdeztetek valamit, hogy azt írod a 79. Oldal, hogy az életutunknak van egy terve. Uh -huh. Hogy ez nagyon sokszor felmerült már biztos ez a kérdés, hogy hol van a szabad akarat, mi azt elvállaltuk, ami ehhez még bennem nagyon kapcsolódik, hogy hol vannak a párhuzamos síkok, hogyha én ezt az utat választom akkor erre folytatódik az én életem ma arra hárul egy pár szót mondanál, szerintem ez sokakat érdekel ez rendkívül komplex kérdés és nem tudom hogy milyen mértékben lehet ezt úgy elmondani hogy érthetővé váljék ugyanis az a helyzet, hogy mi gondolkodunk abban, hogy előző életek következő életek. Hogy a születés előtt megterveztünk valamit, készítettünk egy tervet az életünkről. És már nem ismertem megkérdezni és azt hogy, hogy, ez írott, volt... hogy minden pillanat, minden esemény egy adott egy pillanatban igen, 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 igen. nincs. Nincs idő, tehát minden az örök jelenben történik, és hogyha valamelyest képet szeretnénk alkotni magunknak arról, hogy mindez hogy zajlik, ott van ez a, ez a gyerekjáték, ez a kaleidoszkóp. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri. Tehát egy ilyen kis csőnek a végén egy áttetsző fólia, belül három tükör, és a cső végébe pedig ilyen színes gyöngyök, színes kavicsok. És a tükrök, ugye, a fény segítségével mindig tökéletes mintát mutatnak, akárhogy forgatom el ezt a kis játékot. És a mi életünk is valahogy ilyen, hiszen az örök mostban zajlik, az örök jelenben zajlik, de hatással van mindenre és mindenkire, arra is, amit előző életnek tekintünk, arra is, amit eljövendő életnek tekintünk. És én nem hiszem, hogy ezt földi észre fel lehet fogni. Ezt, ezt nagyon nehéz megérteni akkor, amikor az ember időben gondolkodik. És amikor készítek magamnak egy tervet, az is most van. És hogyha én készítek magamnak egy tervet, most megint csak időben mondom, a fizikai testnek a megszületése előtt, és kapok hozzá segítséget mesterektől, angyaloktól, kiválasztom a leendő szüleimet, kiválasztom a barátaimat, a társaimat, az ellenségeimet, akikkel egy csoportban inkarnálódunk, de az is most van. És hogyha Szeretnék változtatni ezen a terven. Itt jön a nagy a dolognak. Az is most van. Tehát lehet rajta változtatni. Bármikor lehet rajta változtatni. Készíthetek én egy tervet, de a tudatosodás útján azt mondom, hogy oké, okay, eddig ez volt a terv, de most talán tudok jobbat és akkor készítek egy jobbat, vagy változtatok azon, ami korábban volt. Ez megváltoztat persze mindent. Megváltoztatja mindazt, ami az előző életekben volt, és mindazt, ami az ezután következő életekben volt. Hát visszamenőleg is megváltoztatja. De nincs visszamenőleg, mert mindig most van. <laughs> Tehát ez az, amit borzasztó nehéz megérteni, hogy milyen hatalmas lény az ember, hogy egyszerre, mondjam azt, hogy több síkon, több dimenzióban, több szférában létezik, és egyszerre tud változtatni rengeteg esemény sort azáltal, hogy itt és most valamit dönt. És itt a szabad akarat. Uh -huh. Itt és most én döntök valamiről, és valamit, uh, valamit megteszek, vagy nem teszek, kimondok, vagy nem mondok. Itt van a szabad akarat a, a jelenben. És ez aztán befolyásol mindent. Ha jól emlékszel, te mint mérnök ember, arról is írtál, hogy ennek tudományos bizonyítéka is vannak a fizikából. E, mire gondolsz pontosan? Hát, hogy amikor egy részecskének megpróbáljuk a helyét meghatározni, akkor... Jó, hát igen, hát ugye ez a, hogyha visszamegyünk egy kicsikét ide a, a materialista világszemléletre, még úgy fogalmazódott meg bennem adott pillanatban, hogy a materializmus azoknak az embereknek a vallása, akik korlátozott tudással rendelkeznek. Tehát nem igazán, nem igazán ásták bele magukat, még mondjam azt, hogy a tudományos világnak a felfedezéseibe sem, hiszen száz év fizikája nem talált egyetlen legkisebb anyagi részecskét. Tehát ugye anyagelvű világkép, amiben nem találjuk meg azt a bizonyos anyagot, tehát a legalapvetőbb bizonyíték hiányzik, hát nem találunk egy legkisebb anyagi részecskét, amire azt mondanánk, hogy ebből a pici téglából épül fel az egész anyaginak tekintett világegyetem. És ez kutatási eredmény, tudományos eredmény, nincs anyag. Na most ugye az anyagelvű világkép valami olyasmire alapoz, ami nincs. Akkor most jön itt egy kis csavar. Erről már beszélgettünk talán. És pontosan a jelenlegi proféciák, amik most elkövetkeztek az időnkben, és mondjuk egy Nostradamus korában keletkeztek, és itt és most ez az édes drága tömeg azt mondja, hogy köszönjük szépen ebből a hülyeségből, nem kérünk tovább, amit az emberiség ideig csinált akkor ez milyen módon változtatja meg azt a nostradamus jóslatot abban az időben, amikor ő ezt megírta, mert hogy nem akkor volt, hanem itt és mostban keletkeztek a jóslatok, amit most itt a, a felsőbb bármikor felülírhat. Egészen biztosan olyan szempontból meg fogja változtatni, hogy másképp fogjuk értelmezni azokat a jóslatokat. És más fogunk kiolvasni belőle. Tehát más tudatszinten, más gondolkodásmóddal, más szemlélettel és sokkal több tudással a birtokunkban, ugyanaz a jóslat egészen mást is jelenthet számunkra. Hiszen ezek a jóslatok nem ennyire precíz, precízen megfogalmazott dolgok, hogy ne lehetne másképp értelmezni. Tehát mi, hogyha elkezdjük másképp értelmezni, akkor egy más világképet vetítünk elő magunk elé, és hogyha előre vetítünk magunknak egy képet arról, hogy milyen ez a világ, és hogyha ezt feltöltjük érzelemmel, hogy egyrészt képesek vagyunk, tehát képet alkotunk magunkban, másrészt feltöltjük ezt a képet érzelemmel, akkor mi ezt a világot fogjuk megteremteni. Ez lesz a következő napnak a valósága. Megvan az új valóságunk, akkor a, a múltunk valósága is változik, és ebből adódóan ez az egész hiedelem, félelem minden, amit jelenleg tartja az emberiséget a fogságában, ez teljes egészében megváltozik, és a fény költözik a szívünkbe, hogy fogalmazunk. De bízunk benne, hogy igen, tulajdonképpen ez a, a materialista szemlélet egy folyamatos félelemben tartja a földnek a népességét, lakosságát és ugye itt a legnagyobb félelem általában a halálfélelem. A médiának minden képviselője, minden híradóban azzal kezdi, hogy hányan haltak meg, hány embert lőttek le, hányan fulladtak meg, hányan zuhantak le, és a többi, és a többi. És ugye szoktam mondani, hogy ha nem elég a halott, akkor ezelőtt két évvel, három évvel, ilyen is olyan körülmények között, akkor meg még ennyien. És, és a lényeg a dolognak az, hogy Elhitetik az emberrel, hogy az élete a születéstől a halálig tart, hogy ez a halál bármikor, akár erőszakos módon is bekövetkezhet. Tehát, hogyha félsz a haláltól, akkor ezzel a félelemkeltéssel a Földnek a jelenlegi urai oda terelnek, ahova szeretnének. Tehát a félelemnek nagyon sokan engednek, ugye a katonák is azt mondják, hogy félek attól, hogy itt helyben lelőnek, tehát inkább elmegyek a háborúba. Azt is a félelem vezérli, azt is a félelem irányítja, amikor, amikor elmegy háborúzni, azért, hogy ott helyben ne kelljen megtapasztalni. Persze, hogyha senki nem akarna háborúzni, és senki nem félne attól, hogy lelövik, akkor mindjárt nem volna katonaság. Mindjárt adódik egy kérdés a bocsánatos bűnökről, aki elmegy Isten nevében háborúzni, teljesen mindegy, hogy milyen Isten képe van, és Isten nevében öl, akkor ezek az emberek milyen módon élik meg a bűnbocsánatot, hogy tudnak maguknak egyáltalán megbocsájtani, hogyha egy felsőbbrendű én nevében Cselekedni. Ez megint csak tudatlanság. Tehát a szeretet nevében, és mindegy, hogy milyen világképnek melyik Istenéről beszélünk, tulajdonképpen a szeretet univerzumában élünk. Tehát a szeretet nevében elmenni gyilkolni, az mondjam azt, hogy tudatlanság és csacsiság. Annak meg lesznek a következményei. Tehát teljesen mindegy, hogy minek a nevében megy el valaki gyilkolni. Annak a következménye az lesz, hogy neki meg kell tapasztalni, milyen az, amikor őt is megölik. És addig tart, ameddig eljut oda, hogy egy csirkének a nyakát sem volna hajlandó elvágni. Ki az a jelenlévők közül, aki már egy csirkének a nyakát sem tudná elvágni? Kezet a magasba. Na, mi minden nem vagyunk, vagyunk túl már, ugye? Béla, a, amíg az ide az eljutottunk. azért azt is kérdez meg, mert én már sok embert láttam, hogy, az, hogy én el nem vágnám egy csirkenyakát, de nagyon szeretem a csirkemelletet. <laughs> Úgyhogy ja, most ezt a kérdést is föltenni esetleg, hogy ki az, aki. Igen, én úgy vagyok vele, tudod, hogy, hogy, én vegetáriánus vagyok. Nem eszem meg semmi olyat, ami el tud szaladni, vagy úszni, vagy repülni, vagy futni előlem. És tehát én, én úgy sem fogadom el, hogyha valaki más öli meg, vagy vagy készíti elő azt az ételt, tehát én ezt a fajta ételt köszönöm, de inkább nem kérem. Viszont egy nagyon érdekes dolgot kezdtél megbirizgálni ezzel, mert azért emlékszem még, hogy gyerekkoromban anyukám megvetett a Lehel piacon a csirkét, hazahozta, hát fiam, én nem vágom le, én vágtam le a csirke nyakát, hogy bevallom mindenkinek, hogyha enni akartam. Viszont ma már a mai világban nem olyan lelkesen mennek el a háború emberek, tőled idézek, nem olyan sok az igazi tömeggyilkosság. Tehát egyszerűen az emberek kezdenek megszeridülni. Hiába a hírekben mindig azt látjuk, hogy ez is ez történt, de az emberek nem lehet olyan könnyen hülyére venni, hogy menjetek a háborúba, ezt tegyétek, azt tegyétek, már nem olyan könnyen manipulálhatóak. És ez talán az alapja annak, hogy egy új világ beköszönjön, hogy az emberek tudata és a, a nézetei azok alapvetően változnak. Köszönöm szépen. Hát egyre nehezebb rávenni a katonákat a gyilkolásra, ez tény. Tehát az első világháborúban még dicsőség volt elmenni, és szégyenkezett az, aki otthon maradt. A második világháborúban már nem volt akkora nagy a lelkesedés. Most pedig, ha jól tudom, akkor vadzenével, különböző tudatmódosítószerekkel és egyéb módon veszik rá a katonákat arra, hogy részt vegyenek a háborúban. Tehát egyre nehezebb és egyre kevesebb embert lehet rávenni. Azt írod a 77. oldalon, hogy a kínzók és a kínzottak száma csökken. És engem ez nagyon meglepett, mert euh, én azt gondolom, hogy egyre több a háború, egyre több a gyilkolás, egyre, egyre rosszabb a helyzet itt a Földön, egyre nagyobb az éhinség, egyre többen vagyunk, egyre egyre nagyobbak a feszültségek. Az, hogy egyre többen vagyunk, az igaz, de ez egy ö, olyan tendencia, ami hamarosan ö, változni fog. Az, hogy több a háború, ez abból adódik, hogy a média tulajdonképpen egyébről nem is tudósít. Egy viszonylag kis létszámú emberiség háborúzik jelenleg, és a nagyobb többség békében él. De nem a békében élőkről tudas, tudósít a média, hanem folyamatosan azokról, a kevesekről, akik még háborúznak. Tehát te úgy ítéled meg, hogy a világban nagyobb a rend, ebbe az irányba mutatnak a, az erővonalak? vagy inkább a káosz felé? Én úgy ítélem meg, hogy az emberiségnek a nagy, nagyobb része szeretne békében, nyugodtan, harmóniában élni. És uh, vannak olyanok, akik uh, ezt másképp látják, és megpróbálják félelemben tartani az embereket, és a félelmet felhasználni arra, hogy valamilyen módon az emberek egymásnak essenek. És uh, ebből sajnos uh, sokan mondjam azt, hogy profitálnak nem érdekes dolog, amit csináltál, mert nem beszéltünk össze, és nézd meg, a 77. oldalról készítettem úgy szintén a, a, kérdéseket, tehát ez egy fontos oldal, ha megveszitek a könyvet, ha ne vegyétek, csak tépjétek ki a 77. oldalt, és szaladjatok el vele. De most nem volt jó a Gábornak, de érdekes. Amikor összeszorul a szíved, a szív szól az agyhoz, vagy az agy szól a szívhez, amiért összeszorult? Tehát, hogy melyik veszi az első impulzust? A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a szív sokkal hamarabb reagál az információra, mint az agy. És az igazi központja az embernek nem az agya, hanem a szíve. Mondhatnám azt is, hogy a szív gondolkodik, érzékel. Sokkal gyorsabban reagál mindenre, mint a fizikai agy. A szív az, amelyik lökéshullámokkal hullámokkal folyamatosan vezérli az egész testet. Nem az agy vezérli a testet, a szív vezérli a testet. És nem a fizikai szívben természetesen, hanem az embernek az energiatestében, a szívnek megfelelő helyen ott van az a bizonyos isteni szikra, az a bizonyos mag és hát a mag népe azért is van érdekes helyzetben, mert akár tudatában van ennek, akár nem, amikor valamivel azonosítjuk magunkat, az nem a társadalmi helyzetünk, nem a vagyoni helyzetünk, nem az autónk, nem, még csak nem is a nemünk, hanem a mag nevében, a magunk nevében beszélünk. És ezáltal, akár tudjuk, akár nem, folyamatosan kapcsolatot tartunk a teremtővel. És ezért nagyon sok információ lejön, akkor, hogyha az ember magyarul beszél és magyarul gondolkodik. Tehát ez egy kódolt nyelv. Írtál a könyved egy nagyon, nagyon érdekes kísérletről, hogy véletlenszerű képeket vetítettek elő. Igen, tehát véletlenszerűen vetítették a képeket olyan módon, hogy adott pillanatban a számítógép sem tudta, hogy melyik képet fogja vetíteni, és kellemes képeket, illetve félelemkeltő képeket váltakoztattak. És amikor a számítógép még nem tudta, a szív már reagált előre arra a képre, ami jönni fog. Úgyhogy a szív az. az a legfontosabb leg érzékszervünk, és nem véletlenül mondják a tanítómesterek, hogy hallgass a szívedre. Na, ne fejezzük be a mondatot. <laughs> a másik fele az, hogy azt sokan mondják, hogy a, a szívburok hátsó falán van a lélek kapuja. Ugye a csakrákat azért nagyjából tudjuk, hogy merre helyezkednek el, hogy a lélek hol jön és távozik a testből, ezt így sokáig nem hallottuk, ez az ismeret is megjött. Ami érdekes, volt egy félmondatos, és ez nagyon tetszik nekem, a, a védákat, annak ellenére, hogy volt már írásbeliség, több ezer éven keresztül úgy adták át az utódoknak, hogy, hogy elkántálták ilyen én, félig énekes szavakban, és aki meghallotta, úgy vitte be az információt, genetikai úton a DNS-eiben, és így terjedtek utódokra, utódokra. És hogyha ez igaz, amit mondasz, mert hogy lenne igaz, hogy a magyarság is igazából a, ebben az ősi nyelvében él, hogy artikulálunk, ahogy beszélünk, hogy a hangképző szerveink minden pillanatban a magyarságunkat erősítik a gényeinkbe. Te hogy látod ezt a kérdést? Én azt látom, hogy, hogy ez a nyelv ez lehetővé tesz olyan dolgokat, amit a többi nyelv nem tesz lehetővé. Tehát én beszélek még a magyaron kívül másik három-négy nyelven, és értem különböző országokban. Adott pillanatban elmagyarázni is nagyon nehéz más nyelven valamit, mert egyszerűen nincsenek megfelelő szavak. És azon kívül, ami még nagyon érdekes, amikor magyarul beszélünk, akkor. Képekben gondolkodunk, képeket látunk, és nagyon precíz összefüggések vannak a szavak és a képek között. Tehát amikor én azt mondom például okáért, hogy hegy, az lehet ceruza hegy, lehet hegycsúcs, de tulajdonképpen ott van a forma, valamilyen módon én azt a formát látom. Ugyanezt, hogyha más nyelven próbálom kifejezésre jutatni, egymástól teljesen eltérő szavak egyszerűen megegyezésszerűen jelölnek bizonyos dolgokat. És um, amikor, amikor, én beszélgettem egy uh, fordítóval, aki magyarból angolra és angolból magyarra fordított, egy, egy portugál srác, uh, azt mondta, hogy ő akármit lefordít. És mondom neki, akkor mondok neked egy részletet az édes apa nyelvünkből Mondom, hogy szövőgyárban kell lent is lent, meg fent is lent. Kikent, kifent, késköszörűs, fent is fent, meg lent is fent. Aztán mi van? Mondom, az van, hogy a magyar látott egy lepergő filmet. Mondom, képekben lekövette az egész eseményt, ugyanis ezek a szavak, bár egyformák, mégis összefüggésükben egészen más tudnak jelenteni. Neked, aki nem magyarul gondolkodol, neked borzasztó nehéz lesz összeválogatni, megfelelő értelemszerűen bejegyezteni, hogy melyik szó melyik helyen mit jelent. Mondom, a, a, aki magyarul beszél és magyarul gondolkodik, mondom, az meg képekben látja, ezért képes aki pedig nem lát képeket, az képtelen. Beszéljünk egy kicsit a bocsánatról, hogy az emberek nagyon nehezen bocsájtanak meg másoknak, de talán önmaguknak talán még nehezebben. Hát kérdés, hogy miért kellene megbocsájtani. Először is, hogyha nem bocsájtok meg, az azt jelenti, hogy egy rendkívüli erős konfliktus helyzetet hordozok magamban. Hordom, viszem magammal mindenhol ezt a konfliktust. Ez a fizikai testen belül előbb-utóbb megjelenik, mint gyulladás, vagy külső konfliktussá válik, és megjelenik, mint összetűzés, vagy akár baleset. De miért kellene megbocsájtani annak az embernek, aki engem pofonvágott, vagy aki nekem valami kellemetlenséget okozott. Hát egészen biztosan csak akkor történhetett ez meg, hogyha én is okoztam valakinek valami hasonlót. Tehát ő csak kiegyenlítette a számlát akkor pedig minek haragudnék rá, minek hordoznám magamban tovább ezt a feszültséget. Inkább hálás kéne lenni, hogy na, te vagy az, aki végre kiegyenlítetted, akkor nekem ezt a terhet többet nem kell cipelni. Hogy magamnak miért kellene megbocsájtani, és ez nehezebb sok esetben. Nos, az a helyzet, hogy gyűjtjük a tapasztalatot, és egyre tudatosabbak, egyre bölcsebbek, egyre ügyesebbek vagyunk, de minden nap kerülünk döntési helyzetbe, többször is. Aztán hozunk egy döntést, és utána lesz egy csomó rossz következmény esetleg. És olyankor mondja az ember, hogy nem tudom magamnak megbocsájtani, hogy lettem ilyen buta, ilyen tudatlan, ilyen naív, ilyen jóhiszemű, és a többi, és a többi. De amikor meghozod a döntést, minek alapján hozod meg? Az összes eddigi tapasztalatod, emléked, Úgynevezett előző életekből, vagy akár eljövendő életekből átszűrődő információ alapján meghozod az adott pillanatban a rendelkezésekre álló adatok alapján a lehető legjobb döntésedet. Van itt valaki, aki tudja, hogy mi a legjobb döntés, és hoz valami rosszabbat? Nincs, ugye? Meghozod a lehető legjobb döntést. Annak a következményeit még nem ismered. Azok azután következnek, azután jönnek megtapasztalod a döntés következményeit, és azt mondod, hogy sose tudok megbocsájtani magamnak azért. Miért is? Hát még nem volt benne a tapasztalat a hátizsákba. Hát miért ne bocsájtanál meg magadnak, ha lehető legjobb döntést hoztad? Most már benne van ez a tapasztalat is a hátizsákba. Legközelebb figyelembe fogod venni. Legközelebb jobb döntést hozol. És ez a fejlődésnek végül is a lényege, hogy mindig a legjobb döntést hozott, hát bocsáss meg magadnak tehát ne büntesd magad azért, mert meghoztad a legjobb döntésedet, de legközelebb jobbat fogsz hozni, azután még jobbat fogsz hozni, és a végén már csupa jó döntéseket fogsz hozni. Sőt, a végén átadod az egész irányítást a felsőbbrendű énednek. Nem is hozol döntéseket. Hagyod, hogy rajtad keresztül tudjon dolgozni a felsőbbrendű éned. De odáig még van. Van egy rendkívül sikeres könyvet a Tudat alatti tíz parancsolata de ebben a könyvben is írsz erről a 102. oldalon, hogy mennyire fontosak ezek a megerősítő kijelentések. És az az én kérdésem, hogy mi a tapasztalatod, ha én csak mondom ezeket, de nem hiszem el, vagy még nem hiszem el, akkor is működnek, kevésbé működnek, ez egy folyamat, mi fog történni, hogyan? A tudatalatti nincsen szűrő. Tehát a tudatalatti, amit kijelentő mód jelen időben hall, és sokszor hal, azt egy idő után befogadja, mint programot. Ezt tudják a politikusok is. Nem kell, nem számít, hogy igaz vagy nem igaz valami, ha sokszor mondjuk, egy idő után az emberek elhiszik. De ezt tudják a reklámszakemberek is. És ezért van az, hogy teljesen mindegy, hogy mit hiszel, vagy mit nem hiszel egy mosóporról, vagy egy fogkrémről, azt fogod levenni a polcról, amelyik a tudatalattidba programként már be van ültetve. Tehát, teljesen mindegy, hogy hiszed vagy nem hiszed, hogyha kijelentő mód jelen időben nagyon sokszor hallasz valamit, akkor az abból egy idő után program lesz. Na most a lényeg a dolognak az, hogy rengeteg bennünk a rossz program. Már százszor megmondtam, kislányom, kisfiam, ne tedd a pénzt a szádba, a pénz fúj, pihá, kaká, büdös, bacillus, tele van, bacillussal mindenki összefogdosa. És egy ilyen program elég ahhoz, hogy az ember az egész életét nyomorba élje le, mert a tudatos énje igyekszik megszerezni az anyagi javakat, a tudatalattija pedig gondoskodik arról, és az mindig erősebb lesz, hogy minél hamarabb szabaduljon meg tőle. És a tudatalatti nyer minden körülmények között. Na most, hogyha a tudatalattit én feltöltöm egy olyan programmal, tehát magyarán vastagon felülírom azt az operációs rendszert, ami korábban futott, és, és az van a tudatalattiba, hogy megkapom a munkámnak az ellenértékét, olyan célokra használom, amik a közös jót szolgálják, például a kokáért. Tehát ami egy olyan program, ami az univerzumnak a törvényével, a szeretet törvényével teljes összhangban van, akkor ez nem fog akadályozni, tehát ez még nem oldja meg az életnek minden nehézségét, de nem fog akadályozni abban, hogy elérjem a céljaimat. Tehát nem lesz ott a tudatalattiból adódó akadály, amit nem tudok keresztül lépni, újra megpróbálom jó szándékkal, meg jó gondolattal, meg minden pozitív érzelemmel megvalósítani azt, amit szeretnék, de van egy tudatalattiba lévő akadály. És ugye az érdekessége a tudatalattinak az, hogy nem tudom, hogy mi van ott. Csak azt tapasztalom, hogy bizonyos dolgok nem sikerülnek, újra és újra akadályba ütközöm. És azt is lehet tapasztalni, és gondolom nagyon sokan tapasztalták már, hogyha én ezt a programot felülírom, ha egy új operációs rendszert viszek be, akkor ezek az akadályok eltűnnek. Hát ezt csúnya szóval úgy szokták mondani, hogy agymosás, és használják is különben a katonaságnál adott pillanatban. Agymosás. Tehát teljesen át lehet programozni a tudatot. Na de ha pozitív értelemben nézzük, és azt mondom, hogy a testemet tisztán tartom, a ruhámat is kimosom rendszeresen, a tudatalatti programban vajon nem kell nagy takarítást végezni? Itt mennyire jelent nehézséget, hogy mivel tudat alatti program, ezért ez a vakfoltnak is szokták mondani, nem látok rá ezekre a problémákra, hiszen a tudat alattiban van. Mi lehet egy módja annak, hogy felismerjem ezeket a nehézségeket, ezeket a téves gondolati mintákat? A, a felismerés abból adódik, amikor látod, hogy szeretnél valamit, és nem működik, és nem tudod elérni, és nem tudod megvalósítani. Aztán, hogyha, hogyha ezt a programot sikerül, úgy bevinni a tudatalattiba, hogy az összhangban van az univerzum törvényeivel, és hát végül is a tudatalatti tisztparancsolata erről szól, akkor, akkor ott az, az alapvetően egy jó program, ami az akadályokat elhárítja. Erre jó alapra fel lehet építeni, lehet teremteni nagyon sok mindent. A teremtés, ugye ez megint érdekes dolog, hogy történik? Alkotok magamnak egy képet arról, amit szeretnék megvalósítani, vagy amit szeretnék elérni. De ez még nem elég. Tehát csak egy gondolati kép nem elég. Mentális síkon már megvan, ugyan gyorsabban ezek, gondolat, már létezik, de eh, ahhoz, hogy le tudjon jönni, meg tudjon mutatkozni az anyagi világba, ahhoz kell neki a következő lépcsőfok, és azok az érzelmek, az alacsonyabb szint, de még mindig nem az anyagi világhoz tartozik. Tehát érzelmeket sem az agy, sem a fizikai test nem tud generálni, gondolatokat sem tud generálni. Fizikai kísérletek bizonyítják. Publikált, ellenőrizhető tudományos kísérletek bizonyítják, az agy nem képes gondolatokat létrehozni. Ugye hát az iskolában ennek pont az ellenkezői tanítják, mint ami a kutatási eredmény. Na, de a lényeg az, hogy ha, ha érzelemmel feltöltöd azt a képet, amit szeretnél elérni, akkor az törvény törvényszerűen elkezdi megváltoztatni ezt a hatalmas hologramot, aminek részei vagyunk, és átrendeződik az univerzum, és a gondolati kép, amelyet feltöltöttél érzelemmel, meg fog jelenni a fizikai valóságban. Oda rendeződik a fizikai valóság. Tehát soha ne felejtsük el, hogy ez egy hologram. Ez nem egy anyagi világ. Tudományosabb bebizonyították, hogy a a nézők 35-40 percnél nem szeretnek hosszabb filmeket nézni. Éppen ezért ezt az élvezetet, most adunk nekik, megtörjük, és egy kis szünetet tartunk, és hamarosan folytatjuk. Elbúcsúzom a kedves nézőktől, önök VNTV-t néztek, vagy Vivanatul a televíziót. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, vagy a YouTube megosztó láthatják. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.